Nyíregyházán jelentősen javult az adófizetői magatartás, kevés a kintlévőség. A gépjármű tulajdonosok és a vállalkozások is befizetik határidőig az adót. A 40 ezer gépjármű tulajdonos jelentős része már egész évre kifizette a gépjárműadót. A megyeszékhelyen a legnagyobb összeg iparűzési és építményadóból kerül a költségvetésbe, mondta el korábban szerkesztőségünknek az adóosztály vezetője. Megközelítőleg 4,2 milliárd forint adóbevételt remélünk szeptember 15-ére. Ez azt jelenti, nyilvánvalóan, hogy a legfontosabb iparűzési adó nemből származó bevételünk el fog érni megközelítőleg a 3 milliárd forintot, építményadóból pedig 1 milliárd forintra reménykedünk, hát nyilvánvalóan a többit pedig a többi adó nem fogja kiadni. Nyírbátorban az ipari övezetben működő cégek száma dinamikusan növekszik, a vállalkozások gazdasági helyzete stabil, képesek a növekedésre. Tavalyhoz képest az idén 10%-kal gyarapodhat a város költségvetése az iparűzési adónak köszönhetően. Megközelítőleg 1,2 milliárd forintot fizetnek be a vállalkozások, cégek, vállalkozók, de más helyi adónemben is számítanak bevételre. Nálunk telekadó az, ami elsősorban a gazdasági társaságokat érinti. Ezt kifejezetten a be nem épített területrész után kell fizetni egy kedvezményes módon, hiszen a beépített részt az duplán lehet levonni az ingatlan területéből, tehát ha valaki 50%-ig beépítette az ingatlanát, akkor már jellemzően nem kell fizetnie. A korábbi években szabadabban lehetett felhasználni, fejlesztésekre fordítani a helyi adókat, mondta a nyírbátori polgármester. Jelenleg nagyobb mértékben kell a gazdaságilag erősebb településeknek hozzájárulniuk kiadásaikhoz. Ma már megengedi a jogszabály, hogy az iparűzési adóból az önkormányzatok minden folyóv kiadásokat finanszírozzanak, és van egy-két jellemző kiadás, nem, amit gyakorlatilag magunknak kell finanszírozni. Tehát az adós, az erősebb iparűzési adóval rendelkező települések már a szociális kiadások szinte valamennyi részét, a gyermekétkeztetés kiegészítését, egyéb működési feladatokat finanszíroznak. A települések adóerő képességüknek megfelelően a jövőben az oktatási intézmények finanszírozásához is hozzájárulnak majd, mondta el a polgármester.